Társasházi közös képviselő fórum az önkormányzatban. Testületi ülés Terézvárosban. Nyílt nap a Vörösmarty utcai általános iskolában. Koncert a Szent Teréz templomban. Prokultúra Hungarika díjat vett át Günd Benderli. Nyílt nap a Bajza utcai általános iskolában. Ipartestületi díjkiosztó. Tehetségnap az Operett Színházban. Jazzkórusok koncertje a Benc Úrházban. Budapesti tavaszi fesztivál 2013. Uniós fejlesztések nyílt napja a Zeneakadémián. Köszöntöm nézőinket, március 4-e van, én Kardos Imre Milán vagyok, önök pedig a Terézvárosi Híradót látják. Nézzük híreinket! Egyeztető fórumot tartott múlt hét pénteken Terézváros önkormányzata. A témája a következő képviselőtestületi ülés egyik napirendi pontját képező társasházi felújítási pályázat volt. A tanácsteremben tartott összejövetelt, amelyen hozzávetőleg 50 társasházi közös képviselő is megjelent, Óvári Gyula a gazdaságügyekért felelős alpolgármester vezette. A 6. kerület műemléki értékeinek megőrzése, valamint az épületállomány megújítása érdekében az önkormányzat úgy döntött, hogy a kerület 2013-as költségvetéséből az elmúlt évhez képest nagyobb összeget, mint egy 250 millió forintot különít el a társasházak felújításának támogatására. A támogatásra szánt keretösszeg mellett 2013-ban változott a pályázható felújítási munkálatok köre is. Az intézkedés nem titkolt célja, hogy a rekonstrukciós munkák, homlokzat megújítása, tetőszerkezet, bejárati kapuk, vagy az erkélyek és függő folyosók felújítása elvégzéséből a lakóközösségek mellett a köz is profitáljon. Az önkormányzat a felújítási hozzájárulást 5 évre visszatérítendő, kamatmentes támogatás formájában nyújtja, azonban ha a pályázó 3 éven belül visszafizeti az összeget, annak 20%-át az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként jóváírja. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt olvashatnak a www.terézváros.hu weboldalon. Ismét összeült Terézváros képviselőtestülete. A rendes havi ülésre 2013. február 28-án került sor. A testület napi rendjén volt többek között a Terézváros önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása és a 2012 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása is. A képviselőtestület a rendes ülésen beszámolót hallgatott meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület Ötvös utcai nappali melegedőjének 2012-es évi működéséről, és meghatározta az egyesület 2013. évi támogatási összegét. Mindemellett az ülés napirendjén szerepelt még a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011-es számú rendelet módosítására szóló javaslat mellett a Budapest Főváros 6. kerület Terézváros önkormányzat képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2011 önkormányzati rendeletének módosítása és Székelyföld erkölcsi és anyagi támogatása is. A témával bővebben foglalkozunk Önkormányzati Percek című műsorunkban. Nyílt napon vehettek részt az első osztályos gyermekes szülők a Vörösmarty utcai általános iskolában. A beiratkozásra április 8-án és 9-én kerül majd sor. A tücsök és a hangya. Mit csinált a tücsök nyáron? Nagy feladat elé néz az a szülő, akinek gyermeke eléri azt a kort, amikor már az óvodai nagycsoport után az első osztály következik az iskolában. Sok szempontot kell figyelembe venni, hogy a gyermeket hova és milyen képzésre iratja be a szülő. A Vörösmarty Mihály általános iskolában több olyan program is működik, amely segíti az esetlegesen hátrányosabb helyzetű gyermekek beilleszkedését és szocializálódását a tehetségesebb gyermekekkel együtt tanulva. Hogy mitől különleges, mitől színes a mi munkánk, mitől másabb a többieknél? Hát csak egy-két példát mondok, igazából nem is tudnám az összeset felsorolni. Például az országban 10 iskolában működik. Nálunk működik az úgynevezett H2O program, ami a
hátrányos és a tehetséges gyerekek együttnevelésének a programja, különleges, szenzációs program, mondom, összesen 10 iskolában. Ami a logikai játékoktól kezdve az érdekesen kialakított órákig mindent jelent. Az iskolában működik műzeprogram, melyet a Vörösmarty utcai általános iskolában is alkalmaznak. A program kitalálója Yehudi Menuhin, és célja, hogy a gyermekek híres művészektől is tanulhassanak. Ezért az iskola gyakran hív meg festőművészeket, táncművészeket és színművészeket egy-egy óra megtartására. És körülnézett a réten, hogy melyik virágnak muzsikáljon. Ingyen koncertet tartottak neves művészek közreműködésével március 1-én este 7 órakor az Avillai Nagy Szent Teréz plébánián. A rendezvényen tiszteletét tette Hassai Zsófia, Terézváros polgármesterasszonya és több képviselő is. A keresztények nagyböjt bűnbánati időszakában Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Húsvétra készülve az egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás, a szegények megsegítése lelkületét ajánlja. Híveinek. Nagy öröm számomra, hogy itt köszönhetem Tolcsvai Lászlónak és Müller Péter Sziáminak a családját is. Tehát a két szerző itt van, és a kedves családjuk is. Tisztelettel köszöntöm a mai estén Hassai Zsófia polgármesterasszonyt és Simonfi Márta alpolgármestert és a polgármesteri hivatal minden képviselőjét, akik nagy mértékben támogatták ezt a ma esti koncertet, hogy létrejöhessen minden terézvárosi és mindannyiunk örömére. A rendezvényen közreműködtek Sáfár Mónika, Homonnai Zsolt, Tolcsvai László és a Rotunda Ének Együttes szólistái Tótnér Mózer Anna Mária vezényletével. Prokultúra Hungarika díjjal tüntette ki Gümben Derli műfordító asszonyt Balogh Zoltán miniszter a magyar-török kapcsolatok szolgálatáért, kultúránk törökországi megismertetéséért. Az elismerést Hammerstein Judit, az EMI kultúráért felelős helyettes államtitkára adta át a Benczúrházban. Gümben Derli egyetemi tanulmányait az isztambuli jogi egyetemen kezdte, majd a párizsi Sorbonon folytatta. A 40-es, 50-es években bekapcsolódott a párizsi török emigráció életébe, majd férjével Magyarországra jött, hogy megszervezze az újonnan induló török nyelvű rádióadást. Évtizedeken keresztül a Magyar Rádió külföldi adásainak főszerkesztőségén dolgozott, munkatársaival a leghallgatottabb külföldi rádióadást sikerült megteremteniük. A török adások 1990-ben való megszüntetésével továbbra is a két nemzet közötti kulturális kapcsolatok alakításában vállalt szerepet. Magyar munkatársaival, dr. Kakuk Zsuzsával és Tasnádi Edittel majd 10 éves munkával elkészítették az első török-magyar nagyszótárt. Az ünnepélyes eseményen a műfordító asszony munkásságát először dr. Hazai György, nemzetközi hírű torkológia professzora méltatta, akivel közösen készítették Madách Imre embertragédiájának műfordítását. Hammerstein Judit, az EMI kultúráért felelős helyettes államtitkára ünnepi köszöntőjében kiemelte. Minden elismerés megilleti Gümben Derlit, hogy a török irodalmi közélet és olvasóközönség végre első kézből megismerhette és felfedezhette a magyar irodalmat. Gümben Derli műfordítóasszonyt a díjátadás után kérdeztük. És nagyon-nagyon izgatottnak érzem magam, és aztán még annyi szépet mondtak rólam, hogy egy pillanatig gondoltam, hogy talán nem is rólam beszélnek, de örülök, nagyon szép volt tényleg, és mondjuk az életem egyik legértelmesebb pillanata volt az egésznek. Köszönöm szépen! Bemutató órákat tartottak a Bajza utcai általános iskolában. Az első osztályos gyermekes szülőknek 2 napon át volt lehetőségük megismerni a tanárok módszereit, illetve a tanórák menetét.
A nyílt órákon az első osztályos gyermekek tanmenete került napirendre, ahol a szülők élhettek a lehetőséggel, hogy beleláthassanak a mindennapos oktatás menetébe. Fontos, hogy a gyermekek már kiskorban megismerkedjenek az idegen nyelvekkel, hogy később a nyelvvizsga megszerzésénél vagy a továbbtanulásnál, esetleg egy állásinterjúnál ez előnyt jelenthessen számukra. Büszkén mondhatom, hogy kollégáim magas színvonalon végzik a munkát, nagyon nagy az érdeklődés. Április elején lesz a beiratkozás, és a beiratkozásban egy pici változás van, nem túl sok az elmúlt évekhez képest. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a kerületi gyerekek, körzetes gyerekeket föl kell venni. Ez egy lényeges dolog, ez megnyugtató lehet sok szülő számára. Azok, akik nem a körzetembe, kerületünkbe tartoznak, másik kerületből szeretnének hozzánk jönni, ők nekik csak akkor van lehetőség, ha még marad hely az osztályban, és akkor felvételt nyerhetnek ide a tagozatunkra. Az iskolában az énekzenei képzésre is nagy hangsúlyt fektetnek, de ha a szülők nem akarják még az óvodából odacsöppent gyermeküket túlságosan leterhelni, arra is van lehetőség, hogy csak az első két év után válasszanak neki nyelveket vagy plusz órákat. Ünnepélyes diátadó ünnepségre hívta össze tagjait Budapest 6. és 7. kerületének ipartestülete a múlt héten. Az ünnepségen részt vett Hassai Zsófia Terézváros polgármesterasszonya is, aki beszédében kiemelte az iparosok létének fontosságát a belvárosban. A kisvállalkozók sorsát az önkormányzat is a szívén viseli, például úgy, hogy megalapítottuk a Terézváros mestere díjat, és minden évben a Teréznapi búcsú alkalmával kitüntetéseket adunk át, hogy ezzel is kifejezzük a helyi vállalkozók iránti tiszteletünket. Az iparkamara elnöki tisztét november óta ellátó Szabolcs Miklós a díjátadás előtt elmondta. Az ipartestület célja, hogy segítsenek eligazodni az iparosoknak az új jogszabályokkal és változásokkal teli környezetben. Szeretnénk segíteni azoknak az iparos társaknak, vállalkozóknak, akiknek szükségük van olyan tanácsadásra, olyan segítségre, amiben máshol nem kapnak meg. Nagyon sokan keresnek meg minket egyszerű dolgokkal, amire nem kapnak választ, például ha új vállalkozást nyit, mi legyen KFT, BT, egyéni vállalkozó, az különböző adózásnemekben nem tudnak eligazodni, és a szakértőink segítenek ebben. Van könyvelési tanácsadónk, vállalkozásfejlesztő, média jártas webfejlesztőnk van, aki például ingyenes weboldalt készít a tagjainknak, és minden ilyen jellegű szolgáltatásunk ingyenes, és próbál szélesíteni. Mediátorunk van, aki, hogyha problémájuk van egymással, vállalkozóknak, vagy hivatallal, akkor segít kisimítani ezeket a dolgokat, és ebben szeretnénk mi a segítségünkre lenni. A kitüntetés gyémánt fokozatát 2013-ban Mihály Lászlóné, egy 5 generáció óta működő kárpitos műhely vezetője és családi vállalkozása kapta. Én 10 éves koromban már műhelyben voltam, az édesapám műhelyében, utána volt egy kis megszakítás, mert pedagógusként dolgoztam 2 évtizeden át, de akkor is a szakma vonzáskörében maradtam, és hát ezt is átörökölték a gyerekeim, mert jelenleg 2 diplomás pedagógus a fiam, lányom 3 diplomával kárpitos mesterek, tehát mind a kettőt szeretik, a pedagógus pályát is, a fizikai munkát is, és igyekszünk szívvel lélekkel, foglalkozunk sérült gyerekekkel, hallássérültekkel, fogyatékosokkal, és nagyon hálásak azért, amit teszünk. Nagy-nagy türelemmel fiam is, lányom is, nem küldjük el őket, mint más munkahelyről, ugyanolyan emberek, sőt, ők tudják azt kimondani, hogy köszönöm, és tisztességgel látják el a munkájukat. A témával bővebben foglalkozunk jövő héten Nagykörút című közéleti magazinunkban. Imáron 4. alkalommal rendeztek tehetségnapot a Tóth Aladár Zeneiskola, akkreditált kiváló tehetségpont tantestülete és együttműködő szervezetei a Budapesti Operett Színházban. Az előadással Petőfi Sándor költeménye és Kacsó Pongrácz daljátéka előtt tisztelegtek a közreműködő iskolák diákjai és tanárai.
A közel két órás előadás a Változatok János Vitéz történetére címet viselte, ahol a közönség négy képben, négy különféle felfogásban tekinthette meg János Vitéz életének részleteit. Bemutatásra került Jancsi faluja, Jancsi a katonák között, Jancsi a francia király udvarában, és végül Jancsi Tündérországban zárta a kora délutánt. Az előadás részeknek a meghirdetett rajzpályázat győztes képei szolgáltatták a hátteret. A közönséget és a győzteseket az előadás előtt Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere köszöntötte, és adta át a díjakat. A most következő előadáson különféle művészeti ágak összefonódásának lehetünk tanulni, és mindezek segítségével a gyermeki és az alkotói fantázia révén beavatást nyerhetünk Jancsi és Iluska csak itt és most látható igaz világában. Köszönöm a gyerekeknek a kitartó és lelkes alkotást és gyakorlást, a szülőknek a bátorítást és a támogatást, a pedagógusoknak pedig az értő felkészítést. Benne tündérfiak és tündérleányok, halált nem ismerve. Folyamatosan kell egy nagyon szerető, figyelmet, támogató közeget teremtenünk a gyerekek közé. Hát ez a felnőttek felelőssége a jövő társadalmában. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk e felé. Nem csak azért, mert ez egy kormányprogram által támogatott rész, hanem azt gondolom, hogy itt Terézvárosban, ha csak a mi iskolánknak a 110 éves történetét nézem meg, amiben azért a zenei tehetséggondozás nyilván nagyon előtérbe került, de jó úton járunk. Itt én azt gondolom, Terézvárosban nagyon boldog és tehetséges gyerekek élnek és dolgoznak. A zene szeretete és a zenei nevelés kiemelkedően fontos szerepet tölt be a Tóth Aladár Zeneiskola növendékei számára. Aki már kiskorban megérzi az együtt éneklés és az együtt zenélés örömét, egy olyan életútra léphet, amely ki van kövezve harmóniával, és ez elengedhetetlen a lélek számára. A zeneiskola jubileumi évnek néz elébe, ahol újabb meglepetések várnak majd a zenekedve. Jazzkórusok adtak koncertet a Benczúr házban a múlt héten. A programban azok a kórusok és a későbbiek során belőlük alakult formációk léptek fel, akik a Benczúr házban, illetve az ott működő Erkel Ferenc zeneiskolában tanultak és kezdték meg pályájukat. A jazz története során óriási változásokon ment keresztül, mi alatt egy szabad örömzenélésből először populáris tánzene, később zeneművészet lett, majd az európai zenére visszaható modern tudománnyá és zenei stílussá vált. A ragtime, a Dixieland, a swing, a bebop, a cool, a fusion, a free jazz látszólag talán ambivalens műfajoknak tűnnek, azonban ezek egy folyamat részei. A Benczúr ház az évek során mindig is szem előtt tartotta a tehetségek ápolásának fontosságát, így ismét teret tudott adni a muzikalitásnak. A koncerten mesterek és tanítványaik léptek fel a jazz kedvelő közönség nagy örömére. A kórus éneklés egyik legszebb momentuma, hogy jogásztól a cukrászon keresztül a tájépítészig egy valami mindenkiben közös, méghozzá a zene szenvedélyes szeretete. Az emberi hang csodákra képes, sok éneklő ember együtt, pedig ha a világot megváltani nem is, de felemelő élményt mindenképpen ajándékoz a zene szerető embernek. A fellépők között kis és nagy formációk is adtak ízelítőt repertoárjukból. Bemutatkozott a Wine Singers, a Jazz Voices, a Jazzation, a Jazz and More, és végül a Budapest Show kórus zárta az estet. Ebben az esztendőben is megnyitja kapuit a három évtizedes hagyományra épülő Budapest legnagyobb és Európa egyik legkiemelkedőbb összművészeti fesztiválja, a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A rendezvényen részt vett Tarlós István főpolgármester, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
Denéné Tóth Marian, a Magyar Turizmus ZRT vezérigazgatója, Baranyai László, a Nemzeti Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója, és dr. Horváth Viktória, turisztikáért felelős államtitkár. A fesztivál programját Vitézi Zsófia, fesztiváligazgató ismertette. Beszédében Tarlós István főpolgármester kiemelte, nem lehet minőségi életet élni anélkül, hogy a művészeteknek áldoznánk. Így a Budapesti Tavaszi Fesztivál nem csak a főváros emblematikus rendezvénysorozata, de hagyományőrzés és egyben felelősség is. Idén is jelentős sztárvendégeket láthatnak, hallhatnak a fesztiválozók. A programok közt szerepelnek pazar nagyzenekari hangversenyek, minőségi kamarakoncertek, orgonatúra koncertsorozat. Az opera programok tematikáját a Verdi és Wagner év adja. A helyszínek közt megtaláljuk a Művészetek Palotáját és a Magyar Állami Operaházat. A fesztivál alatt megnyíló Budapest Music Centert, a Thália és a Bárka Színházat. A Magyar Rádiót, az Uránia Filmszínházat és több templomot és intézetet is. A sajtótájékoztatót a Szentef Férfikar produkciója nyitotta, a Recircle Cirkusz az Éjszakában című produkciójának részlete zárta. A 33. Budapesti Tavaszi Fesztivált március 22-e és április 7-e között rendezik meg. Mintegy 30 jelentős az Európai Uniós fejlesztésből megvalósuló beruházást mutattak be országszerte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyílt napján. A fővárosban a Liszt Ferenc Zeneakadémia Veselényi utcai új épületét, a 4-es metró Tétényi úti állomását és a Várkert bazár tervezett rekonstrukcióját mutatták be az érdeklődőknek. Az uniós fejlesztések nyílt napja keretében a Zeneakadémia új, Ligeti Györgyről elnevezett Veselényi utcai épületében mutatták be az érdeklődőknek a megvalósult és tervezett korszerűsítést. Kutnyánszky Csaba rektor helyettes kiemelte, hogy a 13,1 milliárd forintos beruházással kedvező oktatási feltételek teremtődnek meg, és utalt arra, hogy a Semmelweis Egyetem után náluk tanul a legtöbb külföldi diák. Csepregi Nándor helyettes államtitkár a Zeneakadémia bejárásán elmondta, 2007 és 2013 között 2000 közművelődési intézményt újítanak fel. Perger István, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy az idei esztendő az európai polgárok éve az Unióban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség azzal a céllal indította el az uniós fejlesztések nyílt napja, Séta a kulisszák mögött elnevezésű programját, hogy megmutassa, hogy az Európai Uniós tagság mennyi mindennel járul hozzá a lakosság életkörülményeinek jobb átételéhez. A rendezvényt az egész országban nagy figyelem kísérte, több tízezren érdeklődtek a program iránt. Önök a Terézvárosi Híradót látták. Én köszönöm a figyelmüket, maradjanak velünk, mert nem sokára folytatódik műsorunk. Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket a képernyőn látható telefonszámon és e-mail címen. Viszontlátásra!